minden áldás belőled szakad, gyere mondjad és! Köszönténik a színpadon egyik kedves testvérnőnket, barátunkat, Rácz Kriston Anita. Aki nagyszerűbbnél nagyszerűbb dicséretekkel örvendeztette már meg a szívünket az elmúlt dicsőítő iskolákban is, és fogja még az ezutániakban is. Ő fogja vezetni a következő dalt, azért élek, Uram, hogy imádja. Gyertek, magasztaljuk ezzel az ülettel. Azért én
Halleluja! Isten nagyon jó. Amen. Ancsi az én lányom. És nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk ma, ezen a színpadon. Még az elmúlt év decemberében ez nem így nézett ki. És ezen a lépcsőn nem tudott volna följönni. És Istennek a hála, és az ő kegyelme, hogy ma kényelmesen itt van közöttünk, Isten erejével és hatalmával. Amen. És hiszünk a teljes gyógyulásban, és nem engedjük meg az ördögnek, hogy raboljon, pusztítson. Amen. Úgyhogy, ha megengeditek, akkor imádkozunk együtt érte. Jó? Atyánk, a Jézus nevében jövünk most hozzád, és köszönjük neked Anita életét, és köszönjük, hogy egy kincs a családjának, kincs a gyülekezetének, és kincs a magyar eklézsiának. Köszönjük neked az ő életét, amelyen keresztül az áldás folyik, a dalokon keresztül, amelyeken keresztül te megérinted a szíveket, utakat nyitsz. És köszönjük neked, Uram, azt a síralomnak a völgyét, amelyen keresztül megy Anita, de most azért imádkozunk, Uram, hogy jöjjen ezzel a nap, amikor kijön ebből a völgyből, erőről erőre jut, és dicsőségről dicsőségre, és megjelenik előtted, teljesen épségben, teljes gyógyulásban. A názareti Jézus nevében gyógyulás szólunk a tested minden sejtjének, és minden pusztulást elparancsolunk, és teljes egészséget, teljes gyógyulást, és megvalljuk, hogy Jézus azért jött, hogy neked életed legyen, és bővölködjél. És köszönjük neked, Uram, hogy a te terved fog beteljesedni Anita életében, hogy fölmagasztaltatsz, és a te dicsőséged rajta feltámad a Jézus Krisztus nevében. Amen! Amen! Vagyunk Krisztusban. Dicsőség ezért az örökké valónak.
azért a brilliáns tervért, amivel téged is engem megmentett. Gyertek, magasztaljuk őt ebben a dalban. Isten arc. Felő mögé rejtőzött el, nem láthattuk őt. Tűzoszlop takarta arcát. Millióan vágytak rá, hogy megérinthessék, de túl nagy volt a távolság. De Isten emberré vált, hagyta, hogy meglát arcát. Ő, aki örök trónon ül, kilépett a függöny mögül. Mindenben ránk hasonlított. Mindenben ránk hasonlított, de nem volt benne bűn. Lemutatta Isten országát. Szövéig kigúnyolták, nem is lették fel őt. Megalázták ártatlan arcát, de Isten és imádlak téged.
Adíts nekem szavad, hatalmával helyre álltam, szabadtál ettem. Szellemem segít engem, leborulom lábadhoz, leborulom lábadhoz, és imádlak. Oh,
Istenünk, te csodálatos vagy! Nincs hozzád fogható! Uram, megtetted azt, amit senki nem tehetett meg. Lejöttél értünk a mennyből, ott hagytad a gazdagságot, a dicsőséget, minden pozíciót azért, hogy megkeress bennünket. Uram, micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Micsoda az embernek a fia, hogy gondot viselsz róla. Ó Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért a kegyelemért, és köszönjük, hogy ez a kegyelem megtart bennünket. Ez a kegyelem igaz itt a dicsuriban, ez a kegyelem igaz az otthonodban, ez a kegyelem igaz a városodban, ez a kegyelem igaz Magyarországon. Ez a kegyelem képes megtartani ezt az országot, ezt a nemzetet, ez a kegyelem képes ébredést hozni ebbe a nemzetbe. Ez a kegyelem képes megváltoztatni a rossz folyamatokat. Ez a kegyelem fölbír emelni bennünket. Amen! Jó! Életedet a kereszten, mi nagy szeretet, mit adott nekünk a mi Istenünk. Halálból fölemeltettél, életet lett nekünk a fény, szorogni rád, szabadító, a mi Istenünk. Halleluja, 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 halleluja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos pénteki napon, péntek 13-án. Ilyenkor profétálni szoktunk egész nap, mert úgy illik. Azért nem fogok bemutatkozni, mert már jól ismertek engem, de egy-két dolgot azért szeretnék elmondani. Ez kapcsolódik az üzenetemhez. Tudjátok nagyon jól, ahogy sokszor elmondtam, hogy én 1974-ben születtem. Ki tudjátok számolni, hány éves vagyok. Abban az évben, amikor rendkívül módon kitörött az ébredés. És ezen gondolkodtam már sokat, milyen összefüggés van a kettő között, de amiről még nem beszéltem, az az, hogy én november 12-én születtem, és ezt tudom, hogy rendkívül módon érdekel most titeket, de november 12-e Jónás napja. És nagyon szeretem Jónást. Gondolkodtam, hogy hát azért nem olyan rossz dolog egy próféta napján születni, nem? Azért úgy, hogy tudom, hogy sokan nem gondolnak ebbe bele, de én belegondoltam, hogy hát Jónás napján születtem, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, tulajdonképpen én örülök, hogy Jónás napján, egy próféta napján születtem, de azért nem tudtál volna valami jobban. Tehát ha lehet választani a próféták közül, egyet nem választottam volna, Jónás. Én semmi jót nem olvasok erről a Jónásról az egész Bibliába, egy rendkívül pukkancs ember volt, állandóan mérgeskedett, nem akart, hogy megtérjenek az emberek, nem örült a sikernek sem, annak sem örült, ha profétálni kell neki, Istennel is mindig bajba volt, menekült is ő előle. Hát mondom, ha választhattam volna, akkor mondjuk esetleg Ézsaiás napján, vagy valamilyen, de hát én Jónás napján születtem. De ez egy jó kezdet volt arra, hogy elkezdjen tanulmányozni, hogy Jónás élete miért volt olyan különleges, és ha már ezen a napon születtem, belemélyedtem Jónás történetébe, és nagyon megszerettem Jónás prófétát, persze magamra is ismertem sok mindenbe, hogy a mai napon erről lesz szó, és Jónásnak a tanúsága is, Istennek a szelleme, az gondolom, és az a reménységem, ha már ez a tábor a reménységről szól, hogy nagyon erőteljesen meg fogja ragadni a szívedet, és fantasztikus változásokat készített a te számodra ezen a héten, maradandó, örökkévaló változásokat. Ez Isten akarata, ragadjátok meg! Az üzenetnek a címe, Ninivében sok a barom. Imádkozzunk! Az üzenetért.
Úr Jézus, annyira csodálatos vagy. Tele vagyunk szenvedéllyel irántad. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és köszönöm, Szent Szellem, hogy olyan erőteljes vagy te jelenléted ezen a helyen. És köszönöm, Istenem, azt, hogy van szabad ma estére. Köszönöm, hogy szabadságot terveztél. Köszönöm, hogy valóban lehet reménységünk. Köszönöm, Istenem, hogy a újabb és újabb szakaszába akarsz bennünket vezetni a mi életünknek, és erőről erőre jutunk. És köszönöm, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a kelő napnak a világossága. És köszönöm, hogy feljebb juthatunk hozzád. És köszönöm, hogy megmenthetjük ezt a nemzetet. Köszönöm, Istenem, hogy gyülekezet fel kell, erőteljes lesz, tele szellemmel, prófétai ígérettel. És köszönöm, hogy az a kenet, amely Jónásban volt, ott lehet bennünk, és megragadjuk az embereket. Emberek százezreit ebben az országban, és megmenekül még a barom is. Amen. Halleluja! Ha valakinek nem annyira jó ez a cím, adtam egy másik címet is neki. Lépj a következő szintre mai üzenetnek. Tehát az első pont Jónás a menekülő próféta. Keressük a Jónás könyvét, és néha fogok egy-egy igét felolvasni, mert azért mégiscsak úgy ülök egy prédikációba. Tehát Jónás könyve 864. oldalon van, az eredeti, azaz a Károli Bibliában. Szeretném felolvasni a 4-es, 5-ös, 6-os verset kezdetnek. Ez nem rossz kezdet lesz. Tudjátok, hogy Jónás elindult Tarsisba, és amikor ott hajókázott, 4-es, 5-ös, 6-os vers, azt olvassuk, hogy az Úr pedig nagy szeret bocsájtott a tengerre, és nagy vihar lett a tengeren, és a hajó már-már töredezett. Vala. Megfélemlék azért a hajósok, és kiáltottak mindenki a saját istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányták, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig lement a hajó aljába, és lefeküdt, és elaludt. De hozzáment a kormányos mester, és azt mondta neki, mi lelt, te nagy alvó, kelj fel! Kelj fel! Szeretném elmondani, hogy a ma este Jónás a gyülekezet jelképe lesz. Jó, tehát amikor Jónásról lesz szó, akkor mai napon igazából behelyettesítheted a gyülekezettel, és igazából a tanulság az nekünk szól, Isten népének. Azért nagyon fontos ez az üzenet számomra, mert nagyon erősen úgy érzem, ez nem egy prófétai dolog, ezt ti is tudjátok, hogy Magyarországon egy nagyon erős kenet van ezekben a hónapokban, ez pedig a menekülési Jónás kenet. Akárki, igaz? Ez így van. Akárkivel beszélsz, mindenki el akar menekülni ebből az országból, el akar menekülni a helyéről, fel akarja adni az elhívását, tehát nem mindenki, csak az emberek nagy része, ki vannak borulva, és pontosan úgy vagyunk, mint Jónás. Jónásnak volt egy Istentől rendelt helye, és volt egy célja, volt egy helye, ahol el kellett volna mennie, volt egy elhívása, és ez nagyon nem tetszett Jónásnak, mert nehéz volt, és el akart Isten színe elől menekülni, nem csak el akart, el is menekült a spanyol tengerpartra. Nyugatra, ugye, mert Tarsis az a spanyol, mai Spanyolország területén van, és ezt Limur Beri teljesen megérti, hogy miért akart oda menni. Te is gondolom megérted, mert ma is mindenki nyugatra akar menni, na, mert Jónás nagy próféta volt, tehát az is prófétai cselekedet volt, hogy ő nyugatra menekült, és sok követője van. Na minden, nem erről akarok beszélni, de egy nagy nehézség vette körül Jónás, nem akart azon a helyen lenni, nem akarta Isten elhívását követni, Menekült. El akart menekülni Isten színe előtt. El akart menekülni a sorsa elől. El akart menekülni a rendeltetés előtt. Tudjátok miért? Hallottátok szerda este az ellenállás miatt. Igazából. Volt egy nagy ellenállás az életében, és fel akart adni, el akart menni. És az első üzenetem nektek szól, akin ez a menekülési kenet van, úgyse tudsz elmenekülni. Legjobb dolog az élő Istennek a akaratában lenni. Nem sokára ki fogom fejteni. Milyen döbbenetes dolog, hogy amikor Jónás menekült a hajóval, Isten hatalmas szelet bocsájtott a tengerre, mindenki félt, és mindenki, aki pogány volt, kiáltott a saját Istenéhez. Mindenki imádkozott a hajón, minden pogány. Egyetlen egy ember nem imádkozott, az Isten embere. Ő aludt. Gondolkodtatok már ez a versen? Jónás egyenlő gyülekezet.
olyan probléma volt, ami az egész világot érintette. És amikor egy krízis, ugye most a hajó elképez a világot, mert sok nép volt ott, és amikor egy krízis keletkezett, mindenki próbált kapaszkodót keresni, és keresett egy Isten magának, és kiáltott hozzá. Mindenkinek volt egy aktuális Istene, mindenkinek van valami, amiben bízik, és próbál belekapaszkodni. Jónás pedig nagyon jól tudta, hogy ő nincs a helyén, és megpróbálta átaludni az egészet. Tudod, amikor nehézségbe ütközünk, és tényleg azt gondolom, hogy aki már egy ideje keresztény, minden embert elkapott ez az érzés, hogy néha szeretnénk átaludni az életünk viharát, és csak az elragadtatásra felkelni. És akkor nem tudni a nehézségekről, nem tudni az anyagi nehézségekről, a próbákról, a nyomorúságról, ami körbevesz, lefekszünk, nem törődünk semmivel, lehet, hogy meghalunk, és akkor egyből az Istennél kötünk ki. És mindenki kiállt az Istenhez, Isten embere pedig alszik. És akkor ez feltűnt még a világnak is. Mi van az, hogy mindenki imádkozik, csak a keresztények, nem? És lement a hajós kapitány, és azt mondta, hogy te nagy alvó, kelj fel! Kiálts az Istenedhez! Mindenki kiállt valakihez! Imádkozz! Milyen szörnyű dolog, amikor a világ ébreszti fel az Isten emberét, nem? De figyelj már, mindenki bajba van! Most nézd, oda megy egy pogány ember Isten emberéhez. Óriási a baj! Lehet, hogy meg kell próbálni imádkozni. És azt mondja Isten embere, az nem is rossz ötlet. Tudod, szeretnék itt valamit elmondani. Lehet rajtad van a menekülési kenet, és csak magaddal vagy elfoglalva, és hogy éld túl az életedet, de amíg a gyülekezet alszik, addig a világ kiállt a saját Istenéhez, és nem az igazihoz. Ha a gyülekezet alszik, és nem profétál, és nem hirdeti Istennek az üzenetét, akkor a világ Istene fogja hirdetni a saját üzenetét, és profétálni fog a sátán. És az emberek horoszkópot olvasnak, és jósokhoz mennek, ha nincs Istennek a szava. Amen! És azt mondja Istennek az üzenete, gyülekezet, kelj fel! Mert az embereknek szüksége van az igazira. Tudjátok, akárhogy kiáltott mindenki a saját Istenéhez, ezek az Istenek túl kicsik voltak, és kicsi volt a hatalmuk, hogy megmentsék őket. Egyetlen egy Isten az, aki meg tudja állítani a vihart. Ha a gyülekezet nem hirdeti a Krisztust, akkor majd valaki más áll a helyére. A gyülekezetben elterjedt az a nézet, és sok száz éven keresztül, utána olvasom az egyház történelemben, tudjátok, még ma is sok ember gondolkodását megfertőző ez, hogy Jézus ma nem gyógyít. És ez csak az első apostolok idejében volt. Úgy gondolom, hogy ez a tanítás az ördögtől származik. Tudjátok, honnan tudom? Utána olvastam, hogy a régi ébredésekben, amikor megtértek az emberek, de azt hirdették, hogy Isten nem gyógyít, akkor az emberek odafordultak Istenhez, de mivel szerettek volna meggyógyulni, elmentek a gyülekezetbe, és a gyülekezet azt hirdette, hogy Isten nem gyógyít meg, ezért az emberek elmentek táltosokhoz, elmentek kuruzslókhoz, mindenhova elmentek, kerestek maguknak egy Istent, aki megígért, hogy meggyógyítja. De az Isten nem tud meggyógyítani. De amikor a gyülekezet hirdeti azt, hogy Jézus Krisztus a gyógyító, akkor a helyén van. Amen. Gyülekezet, kelj fel. Ha a gyülekezet nem hirdeti az evangéliumot, akkor a média hirdeti a maga félelmét, ami félelmet kelt az emberekben. Amikor Jónás aludt, akkor mindenki kiáltotta maga pogány Istenéhez. Gyülekezet, kelj fel. Nem miattad, az emberek miatt. Kiálts az Istenhez. Jónás menekült Istennek a színe előtt, és felkelt, és nagyon szorult helyzetbe jutott. Kicsit később még vissza fogok erre térni. Ez a szorult helyzet a halnak a gyomra volt. Az első pont egyébként, amiről beszéltem most, a menekülés. Azokhoz szóltam, akiken ez a menekülési kenet van, szeretné Isten egy új kenetet adni ma neked, ami nem a menekülésnek a kenete, hanem a bátorságé, és a hité, és a reménységé. Amen. A menekülésnek a következménye az volt, hogy Jónás egy szorult helyzetbe jutott. Azt éreztem a szívem, hogy nagyon sokan vannak itt, ezen a helyen olyan emberek, akik úgy érzik magukat, mint Jónás a hal gyomrába. A hal gyomra egy beszűkült lehetőséget jelent. Egy szorult helyzet. Igazából nincs lehetőséged. Igaz, egy hal gyomrában túl sok minden nem tud tenni az ember, igaz? Tehát beszűkültek a lehetőségek,
sötét van, kilátástalan a helyzet, nem tudsz mit tenni, és az ember kiállt, hogy mi ez a helyzet, miért vagyok én itt? Ugyanezt élte át Jónás. Szeretnék azokhoz szólni, akik úgy érzik magukat, beszűkült helyzetben vannak, beszűkült az élet lehetősége. Azért, mert menekültek valahova, kerestek egy Istent, de az az Isten nem hallgatta meg őket. Én elképzeltem ott Jónást a hal gyomrába. Tudjátok, hogy 9-es versben, Jónás 2.9-ben azt olvassuk, hogy akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Szorult helyzetben Jónás elhagyta a boldogságát. Boldogság elhagyta Jónást. Ez a menekülésnek volt a következménye. Jónás egy boldog ember volt, mert Isten embere volt valamikor, de egy nehéz helyzetbe került, menekült, elhagyta a rendeltetési helyét, és amikor elhagyta az elhívását és rendeltetési helyét, abban a pillanatban eltűnt a boldogsága is. Azokhoz szeretnék szólni, akik szintén elhagyták az ő boldogságukat. Akárhogy keresed, nincs meg. Tudod, miért nem volt meg Jónásnak a boldogsága? Mert a boldogsága Ninivébe ment, ahova Isten küldte. Ninivébe volt Jónás boldogsága, meg a sok barom is. Ott előttem van Jónás, ahogy ott ül a hal gyomrába egy széken, támaszkodik egy asztalra, rendkívül szomorú, 3 napig ott énekel. Boldogság. Gyere haza! Késő van, gyere haza! Honnan jössz? Nem érdekel? Gyere haza, csak ennyi kell. Minden dicsőtő szeretné, ha akkora sikere lenne, mint nekem, amikor én éneklek. Profétálom nektek, egyszer megadatik. És azt mondja Jónás, hogy akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják boldogságukat. Annyira tetszik nekem, hogy akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják a boldogságukat. Egy bálvány hogy lehet hiú? Láttatok ti már hiú bálványt? Normális. Hát a bálvány nem lehet hiú, hát ez egy darab fa, vagy egy kő. Hát ne, ez normális, kérem. Értitek? A bálvány az az Isten, amely menekülést ígér a te problémádból. A bálvány az az Isten, akihez menekülsz a problémáid elől. Amikor ilyen szorult helyzetbe kerül az ember, az ördög mindig súg neked valamit, hogy mi az a megoldás, mindegy, hogy mi, csak nem az Istennek a válasza. Értitek? A bálványod az, amelyről azt gondolod, hogy megoldás jelent a te életedben, amely kihoz téged a te szorult helyzetedből. Ez az a hiú bálvány, amelyre ránézel, és nagyon sok jóval kecsegtet. Hiú, ami azt jelenti, hogy ránézése nagyon szép, nagyon sokat ígér, de élettelen. Tudjátok, nagyon sok ember, aki keresztény, de elveszítette a hitét, mai napon kerget egy hiú bálványt, egy ígéretet. Majd ekkor jó lesz, majd ezt fogom tenni. Jónás rájött a hal gyomrába, hogy amíg nem tér vissza az elhívásában, addig nem lesz boldog. És akkor fogja megtalálni újra a boldogságát. És ma van a te napod, aki elveszítetted a boldogságodat, és hallgattál lehet az ördög hazugságára, aki más mondod neked, ma van a te napod, hogy újra megtaláld a boldogságodat. És újra beállj abba az irányba, ahova Isten küldött téged. Találd meg újra az utat Ninivébe. Találd meg újra a sorsodat, Istennek a rendeltetését. És figyelj, ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Azt mondja Jónás 10. versben, de én hálaadó szóval áldozom neked, és megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás, és szólt az Úr a halnak, és kivetette Jónást a szárazra. Amikor Jónás felismerte, hogy neki az a spanyol tengerpart volt egy nagy bálvány, és ez egy hiú dolog volt, és sosem fog oda eljutni, és ez egy hazugság volt az egész, visszatért Istenhez,
És azt mondja, hogy nem kergetem tovább az én saját bálványaimat, mert azok hamisak, hiú bálványok, és hálaadó szóval áldozom neked, és megadom, amit fogadtam. Tudod, Jónás valamit egyszer megígért Istennek. És a boldogtalanság a részben abból fakadt, hogy ígért valamit, és nem tartotta be. Gondold végig az életet, hogy eddig mit ígértél Istennek egy óvatlan pillanatban, és te azt elfelejtetted. Lehet, hogy dolgok az életedben pont azért vannak, mert Isten téged komolyan vesz. Isten komolyan veszi, amit neki ígérsz. Amen. Azt mondja Jónás, eszembe jutott, hogy én fogadtam valamit. Vajon mit fogadhatott Jónás? Mi jutott eszébe? Ez az én gondolatom. Tudjátok, hogy mit fogadhatott Jónás? Mivel próféta volt? Valamikor megfogadta, hogy ő Isten embere, és Isten fogja szolgálni. És ezt elhagyta. És amikor erre rájött, és elkezdte dicsőíteni a hal gyomrába Istent, hálaadó szóval, egy áldozatot mutatott be, és azt mondta, hogy az Úré a szabadítás, azt olvasjuk, hogy akkor Isten szólt a halnak, és kivetette magából. Tehát, amikor Jónás azt mondta, felismertem, hogy az Úré a szabadítás, abban a pillanatban Isten szólt a halnak, és kidobta őt. Ki döntötte el, hogy meddig van a halnak a gyomrába? Jónás. Ki döntötte el, kinek a hatalmában volt az, hogy mennyik szenved ott a halnak a gyomrába? A Jónás hatalmában volt. Elhiszitek nekem? Igaz? Mert abban a pillanatban, amikor visszatért Istenhez, és elkezdte az Urat dicsőíteni, és visszatért az Úrhoz, és ott hagyta a bálványait, abban a pillanatban megszabadult a szorult helyzetéből. Neked van hatalmad a szorult helyzeted fölött, hogy kigyere belőle, és van hatalmad döntened. Figyeld a döntés. Elhiszitek? Amikor felismered, hogy Isteni a szabadítás, akkor Isten szólni fog a te helyzetednek, és a szorult helyzeted megtörik, és tágas térre, tágas helyre állít téged az Isten. A te hatalmadban van, hogy mikor szabadulsz meg a szorult helyzetedből. Én ezt teljes szívvel hiszem. A te hatalmadban van. Amikor azt mondta Jónás, hogy az Úré a szabadítás, abba a pillanatban megszabadult. Olvassátok el. Többet nem volt egy percet se halnak a gyomrában. Isten megkuckolta a torkát a halnak, és köhögött egy nagyot, és kihapciszta a szárazra. Ez fantasztikus sztori. Van egy üzenetem, és két héttel ezelőtt vasárnap elmondtam, egy nagyon egyszerű üzenet, de nagyon megragadta a szívemet. Azt hiszem, a Márk evangéliumának a 6. részében van leírva. Az üzenetemnek a címe akkor az volt, hogy okulj a kenyerekből. Szeretném röviden elmondani nektek ezt a sztorit, mert nagyon érdekes. Ugyanerről van szó, hogy a te hatalmadban van nagyon sok minden, és a te hatalmadban van megállítani a vihart, mint ahogy Jónásnak is a hatalmában volt. Ismeritek jól, Márk evangélium a 6. rész. Azzal kezdődik a történet az előző igeversekben, hogy Jézus megvendégel 5000 férfit, igaz? Tehát 5000 férfi körülbelül 10000 ember volt, a gyerekekkel meg nőkkel együtt. Tehát volt egy hatalmas 10000 fős konferencia, és Jézus megetetett mindenkit, a tanítványok egy nagy csodát átéltek. És azt olvassuk, figyeljetek jól ezt a sztorit, mert nagyon érdekes, minden elemében van valami, amiből lehet tanulni. Tehát azt olvassuk, hogy mindenki evett, 10000 ember jól lakott, és azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy ide figyeljetek, én elengedem a tömeget, ti pedig üljetek hajóba, és evezzetek át a túlsó partra. Úgy emlékeztek erre a sztorira? A tanítványok beültek a hajóba, és elkezdtek evezni. Ez olyan délután volt, olyan este felé, mert az idő is fontos. Tehát este felé elkezdtek evezni a tanítványok. 12-en Jézus pedig elengedte a tömeget. Bementek a vízbe a tanítványok, és Jézus Krisztus, amikor elengedte a tömeget, utána felment a hegyre imádkozni, és egyedül volt. Azt olvasjuk, hogy este felé, amikor már beesteredett, legyen körülbelül 10 óra, megnézte a tanítványokat, hogy mit csinálnak. A tanítványok mit csináltak? Eveztek, vesződtek az evéssel. Már jó voltak lakva. A tanítványok vesződtek az evezéssel. És már több óra eltelt, és Jézus csak nézte őket a parton. Azt olvasok, hogy egyedül volt, és nézte őket. Olvassatok utána az igébe. Jézus mit csinált? Visszament a hegyre, és
Imádkozott, imádkozott. A tanítványok eljutottak a tó közepére, de olyan erős szembeszél volt, hogy nem tudtak előre haladni egy tapottat sem. Jézus pedig mit csinált? Ott nézte őket a hegyről. Azt olvassuk, hogy az éjszaka, Károl így mondja, a negyedik részében, amely hajnal 3 óra körül kezdődik, gondold el, hajnal 3 óráig evesztek egy fárasztó konferencia után. És Jézus Krisztus nem csinált semmit, csak nézte őket. Sokat gondolkodott, hogy miért hagyta, hogy órák hosszat evezzenek. Evesztek. Ki voltak már nagyon fáradva, nagy konferencia után, hajnal 3 óra körül azt mondta Jézus, hogy elég volt ebből, elindult a tengeren felé. A tanítványok evesztek, nagy volt a vihar, 10 órája már evesztek, nem jutottak egy tapottat sem előre, és Jézus pedig, nagyon érdekes ez a történet, megpróbált mellettük elmenni. Eveznek a tanítványok, és megjelenik mellettük egy fehér leples ember, jár a vízen, azt hitték, hogy kísértet, nagyon megijedtek, és a kísértet elment mellettük. Hozzájuk se szólt. És amikor elment mellettük, ott van a hajó, ott jár a hajó, nem értenek semmit, elkezdte kiabálni, hogy kísértet, kísértet, jaj, segítség, itt jár hajnal 3-kor egy kísértet, ugye, mert azok akkor járnak. Akkor azt mondta a kísértet, hozzájuk fordult, én vagyok, bízzatok, ne féljetek. De Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok Jézus, csak azt mondta, hogy én vagyok, a tanítványok pedig nem ismerték fel Jézust, csak az a kísértet a lepellel megfordult, és azt mondta nekik, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És elindult feléjük, és beszállt a hajóba. És ott ült. Elállt a szél, elállt a minden, kiéveztek a túlsó partra, és elkészül a tanítványokat, azok teljesen, azok a halálukon voltak, nem? És miért csinált ez az egészet Jézus? És elgondolkodtam, hogy ott kérdezik, hogy figyeljetek, ki ez az én? Ki lehet ez az én? Te Berti, tudod ki? Nem. Szerintem lehet Mózes, nem? Te Tamás, nem. Tadeusz, fogalmam sincs. Ki lehet ez az én? Szerintem Illés. Tamás, szerinted Illés? Nem hiszem. Júdás, szerinted Illés? Várjatok, megszámolom az adakozást. Olvassatok utána. Amikor kiéltek a partról, tudjátok, Márk azt mondja mindig, hogy azonnal, kiéltek a partra, kiszálltak, azonnal felismerték, hogy Jézus Krisztus. Hát ez már egy furcsa történet. Nem mertek Jézust megkérdezni, hogy ki, mert tudjátok miért nem, mert féltetek, hogy megkopogtatják a kísértet, hát leesik a kezük, tudjátok, mert a leplen úgy átmegy a kezed, és akkor úgy átmegy rajtad a kísértet. És gondolkodtam, hogy hát... Azt olvasjuk a végén a történetnek, hogy ez az egész azért történt, mert nem okultak a kenyerekből. Na hát ezt rakd össze, igaz? Itt van tenger, kísértet, éjszaka, vihar, hajó, és az egész történetnek a lényege egy mondat, mert nem okultak a kenyerekből. Hát, mondom, Istenem, ha ebből adsz valami üzenetet. És... Elkezdtem imádkozni, mit kellett volna nekik okulni a kenyerekből. És tudjátok, mit kellett volna nekik okulni? Az, hogy előtte egy óriási problémába voltak, meg kellett volna etetni 5 kenyérből 10 000 embert, és Jézus Krisztus megoldotta ezt a helyzetet, és egyszerűen hatalmas csodát tett az életükbe. És látták azt, hogy Jézus minden helyzetet meg tud oldani. És amikor egy viharba kerültek, ahova kiküldte őket a viharba, Jézus Krisztus, igaz? Mi volt a cél? Hogy érjenek át a túlsó partra. Tehát Jézus adott egy célt, adott egy küldetést, de ő nem volt ott. Elindultak és viharba kerültek. És Jézus miért várt annyi sok órán keresztül? Ez az én magyarázatom, de hiszem, hogy ez így van. Okolni kellett volna a kenyerekből, de mit? Az, hogy Jézus Krisztus küldte őket. Ha ő küld téged, hogy evezz át a túlsó partra, akkor biztos, hogy megvan a hatalmat, hogy át is ér. Amen. És elgondoltam, hogy mi lett volna akkor, ha éjjel 11 órakor feláll Bertalan, és azt mondja, hogy te vihar, minket a názareti Jézus Krisztus küldött erre a helyre. Azt mondta, érjünk át a túlsó partra. És most a Jézus nevében, aki küldött engem, állj le, állj el, némulj el. Mi lett volna abban a pillanatban? Elnémult volna a vihar. És Jézus, tudjátok, miért imádkozott annyit?
mert arra várt, hogy ismerjék fel a tanítványok, hogy kicsodák ők valójában, hogy megvan a hatalmuk szólni a szereknek, a szembeszélnek. Amen. Értitek már? Tudod, a te számodra is egy óriási tanulság, és mostanában én is többször átnéztem az életemet, hogy sok csodát tett Jézus a te életedben a múltban. Amen. Ki az, aki el tudja mondani, hogy csodákat tett? És ha most egy szorult helyzetben vagy, és szembeszél van veled szembe, és nem halad az életed semmit előre, és nem tudsz átjutni a túlsó partra. Mit gondolsz, hogy mi ennek az egésznek a tanulsága? Ha Jézus eddig mindig megsegített és csodát tett, vajon nincs most ott veled? Vajon tudsz szólni a szeleknek? Tudod, nem az az elhíváshoz, hogy evezd és nagyon fáradj el. Nem az az elhíváshoz, hogy ne add fel. Felállsz és szólsz a Jézus Krisztus nevében, hogy van egy elhívásom, és nem fogadom el ezt a szembeszeret, hanem a Jézus Krisztus nevében szólok, hogy tovább tudjak menni. A tanítványok nem tudták, hogy kik ők valójában. A tanítványok nem voltak tisztában ebben a pillanatban a szellemi helyzetükkel. És Jézus Krisztus azért volt a hegyen, azért imádkozott, az én véleményem szerint, hogy ismerjék fel, és ő várta a tanítványokat, hogy okuljanak a kenyerekből, és használják azt a hatalmat, amit kaptak. A tanítványoknak nem volt abban a pillanatban fogalmuk, hogy milyen hatalom áll a rendelkezésükre. Mert őket Jézus küldte, és Jézus határozta meg a célt. És te kinek a fia vagy? Az Isten fia. Ki küldött téged? Jézus. Ki határozta meg az elhívásodat? Jézus. Ki ad felhatalmazást? Jézus. És megvan a hatalmad? Megvan. Abban a pillanatban, amikor felismered az identitásodat, hogy ki vagy te valójában, mint ahogy Jónás felismerte, mint ahogy a tanítványok felismerték, én hiszem azt, hogy az Úré a szabadítás, és meg fog szabadulni a szorult helyzetedből, és eltűnik a hal gyomra. Amen. Hiszitek ezt? Okulj a kenyerekből. Nem logikus az, hogy Jézus megsegített 13-szor az életedbe, ha már péntek 13 van, és 14-jére pedig ott hagyom téged a viharba. És Isten pedig egy logikus Isten. Tudod, Jónás nem tudta, hogy kicsoda ő igazából. Jónás sem tudta. Nagyon érdekes dolog, olvassátok a Jónás történetét. Azt mondta Jónás, figyeljetek ide, az egész vihar én miattam van. Dobjátok bele a tengerbe, és megszűnik a háborgás. Beledobták Jónás a tengerbe, és mit olvasunk a következő ige versekbe? 16-os versben Jónás 1:16. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, és áldozattal áldoztak az Úrnak, és fogadásokat fogadtak. Annyira döbbenetes ez a Jónásnak az esete. Akkora erő és tekintély és hatalom volt Jónásban, akármit csinált, minden ember megtért körülötte. Még amikor majdnem vízbe fulladt, akkor is megtért mindenki. És ő ezt nem tudta, hogy a birtokában van. Elment Ninivébe, és bekiabált a városba csak úgy egy pár mondatot, és 100 000 tértek meg. Pontosabban 1000. És Jónás nem tudta, hogy ő a föld legnagyobb evangélistája. Annyira emlékezhet ez magunkra. Hogy te menekülsz, el vagy a saját bajoddal, és egyszerűen akármit csinált Jónás, megtértek az emberek. Tudod, az én gondolatom, hogy az Istennek a népe, amikor egyszer felismeri, hogy ki ő valójában, akármit csinálunk igazából, Istennek a szelleme bennünk van. Amen. És még úgy is működik a dolog sokszor, hogy mi elrontjuk, mint Jónás esetében. De amikor egyszer felismered az identitásodat, és be tudod mérni a te hatalmadat, a te tekintélyedet Istentől, hogy mi az, amire elhívott, akkor nagyon eredményesek tudunk lenni, és Isten hatalmas szabadítást ad rajtunk keresztül. Jónás. Annyira tetszik nekem. Tudjátok Jónás névnek mi a jelentése? Galambom. Láttatok már pukkancsabb embert Jónáson kívül? Az a névnek a jelentése, hogy galambom. Annyira tetszik. Állandóan panaszkodott, ordibált, sipítozott. Az volt az elhívása, hogy egy kegyelmes ember legyen, és hirdesse Isten kegyelmét. Na mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt, de az igazság az, hogy akármit csinált Jónás, akármit csináltak Jónással, megtértek az emberek.
ott volt benne Istennek a hatalma és a kegyelme. Ugyanúgy, ahogy te benned is ott van. Kezd el használni ebben az időben a hatalmadat, amit kaptál Jézustól. Jézus Krisztus nevében szólj a szembeszeleknek. Jézus Krisztus nevében állj fel. Nem az az elhívásod, hogy szembeszélel csak, evezzél, 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 és fáradj bele az egészbe, és menekülj el. Az az elhívásod, hogy találd meg a boldogságodat, és meneküljönnek meg ezrek és ezrek. És kelj fel, és hirdesd a kegyelmes Istent. Amen. Halleluja. Azt gondolom, és eljutottunk a következő szintre, tehát az első szint a menekülés volt, és a menekülésből megállít téged Isten, már nem akarod feladni, nem akarsz menekülni. A második szint, amikor Jónás rájött arra, hogy nem lehet boldog, csak akkor, ha az ő elhívásában jár. Ne add fel az elhívásod, soha nem lehetsz boldog, akármit súgnak a füledbe a hiú báványok. Jónás rájött arra, de ez még csak a második szint. És tudod, az egész történetben az a érdekes, hogy amikor Jónás erre rájött, akkor még megértette azt, hogy hogyan lehet ő boldog, de ezen a szinten maradt. Csak a saját szolgálatával foglalkozott. És azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk ezen a szinten, és nagyon könnyű beleesni ebbe a csapdába. Ugye nagyon jól tudjátok, miről van szó. Tehát Jónás megértette, hogy akkor lehet boldog, hogyha betölti az elhívását, és elkezdett az elhívásával foglalkozni. De egyáltalán nem érdekelte Jónás, hogy mi van az emberekkel. Egyáltalán nem érdekelte Jónás, hogy mi van körülötte. Egyáltalán nem érdekelte Jónás, hogy Ninive elpusztul, vagy nem. Csak az érdekelte Jónás, hogy ha Ninive azt mondja, vagy úr azt mondja, hogy mennek Ninivébe, akkor én elmegyek Ninivébe. Jó, megteszem, ha annyira akarod. De az már nem érdekel, mi lesz a következménye. Tudod, néha annyira le tud kötni bennünket magunk, a saját magunk szolgálata és az elhívásunk, hogy nem értjük meg Istennek a szívét, és az még kevés, hogy az agyadba tudod, hogy mi az elhívásod, és mit kell tenned, és beállsz Istennek a szolgálatába és követésébe, ez is egy szint, de lépjél tovább. És azt gondolom, hogy sokan vagyunk itt, és én is sokszor esek ebbe a hibába, hogy annyira figyelek az elhívásom és a szolgálatomra, hogy nem tudok rajta túllátni, hogy Istennek egy sokkal nagyobb és magasabb rendű célja van. Jónás beállt Istennek az elhívásába, de még mindig fontosabb volt neki a saját kényelme, mint az emberek. Figyelj, nagyon tetszik ez az ige vers, ezt egy új folytás szerint szeretném felolvasni. Nagyon jól ismertek, hogy Jónás elmondta a maga prédikációját, emberek megtértek, és Jónás pedig mit csinált? Azt olvassuk, hogy azt mondta Jónás, hogy elmondtam, amit az Úr kért tőlem, megtettem, az elhívásomat betöltöttem, elég, a szolgálatomat letudtam, és kiülök a dombtetőre, és onnan nézek szerte szét. És hallgatom a Ninive ítéletének lágy neszét. Hát, Jónás próféta kiült, és azt olvassuk, hogy amikor kisütött a nap másnap, és ott ült Jónás a dombtetőn, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrás kapott, ájúldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Aki ezt az igét olvassa, ha végedig nem tudta volna, abban a pillanatban rájön, hogy Jónás férfi volt. Első nap Isten adott neki egy árnyékot, ott ült a töklevél alatt egy kunyhóba, egy hegyoldalon, boldog volt nagyon, azt mondta, csodálatos ez az élet, betöltöttem az elhívásomat, sikeres vagyok a szolgálatomban, letudtam végre, halleluja, Isten velem van. A másik nap egy kicsit melegebb volt, kicsit kényelmetlen lett, ájúldozott, ó, bégatott Istenek, azt mondta, ó, én meg akarok halni. Annyira ismeresek ezek a mondatok. Tudod, Isten szíve dobogott a városért. Isten izgult Ninivéért. Isten nézte, hogyan böjtölnek Ninivébe a macskák. Isten nagyon érdekelte Ninivébe, mert ott nagyon sok a barom, igaz? Nagyon tetszik nekem ez az egész történet. És az egész város megtért. És tudjátok, hogy szerintem mi lett volna Jónásnak a rendeltetése?
És mi lett volna a sztori? Jónás könyvét meg lehetett volna írni 6 mondatba. Jónás próféta, élt Izraelbe, Istennek volt hozzá egy szava, hogy menj el Ninivébe, hirdesd a városnak, hogyha 40 nap múlva nem térnek meg, akkor elpusztulnak. Jónás pedig felkelt, elment Ninivébe, bement a városba, és kihirdette, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, térjetek meg. Ninive városa megtért 12 nap múlva, 13 nap múlva, megtért az egész város, hatalmas öröm lett, dicsőtették az Istent, Jónás vezette az egész dicsőítést, kapott 3 perzsa macskát ajándékba, 4 arab lovat, nagyon boldog volt, sátrakat, szövetet, kelmét, aranyat, dicsőítette Isten, megtanította az Isten rendtartására Ninivét, mindenki nagyon boldog volt, és Jónás próféta hazatért az ő földjére boldogan, ahol is Izraelnek elmesélte, hogy milyen csodálatos ébredésbe vezette Isten, és boldogan élt, míg meg nem halt. Azt gondolom, hogy ha engedelmesek vagyunk Istennek, és követjük az ő elhívását, nagyon egyszerű lenne az életünk, és az ellenállásunkat is könnyű lenne legyőzni. Elhiszitek? Jónás rendkívül módon megbonyolította. Isten nem akarta ezt a halas sztorit, az egészet, nem? Nem akart ezt a boldogságkeresést, nem akart, hogy ott énekeljön ott az asztalnál a halgyomrában, nem akarta azt, hogy tikkadozzon, nem akarta, hogy napszúrás kapjon, nem akarta, hogy bókadozzon. Isten egy ébredést tervezett, és Jónás lett volna ennek a vezetője. De amiért Jónás ilyen kis bugyantott tojás volt, ezért majdnem az egészet elrontotta, és a végén semmit nem élvezett belőle. Tudod, ha követed Istent és figyelsz az ő szavára, rendkívül módon le tudod egyszerűsíteni az életedet. Ha megtalálod az identitásodat, és tudod, milyen hatalmad van, akkor az Isten követése nem nehéz. Miért? Mert azt mondja Isten, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. Amikor nehézségekben ütközünk, az mindig akkor van, amikor eltérünk erről az útról. És ami saját buta gondolkodásunkat követjük, és a hiú bálványok súdosására hallgatunk. Jónás kiült a dombtetőre, ájúldozott, óbégatott, és meg akart halni. Figyeljétek meg, Isten mindig, azt olvasjuk, hogy Isten úgy intézte. Isten így intézte. Isten úgy intézte. Hogy intézte Isten a dolgokat? Ahogy Jónásnak a gondolatában volt. Értitek? Amikor Jónás menekült, akkor Isten úgy intézte, hogy egy vihar legyen. Amikor Jónás megtért, és azt mondta, hogy Isteni a szabadítás, akkor Isten úgy intézte, hogy kikerüljön a partról. Amikor Jónás felment a hegytetőre, és haragudott Istenre és az egész világra, akkor úgy intézte, hogy napszúrás kapjon. Amikor megtért, akkor mindig Isten változtatott. Ki az, aki eldöntötte, hogy mi történjen Jónásnak az életében? Jónás. Igaz? Mert amikor megtért, Isten mindig változtatott. Értitek az egészet? Amikor Jónás úgy döntött, hogy megtér, akkor onnantól kezdve nem volt szükség a halas sztolira. Azt gondolom, hogy Isten népének tovább kell lépni egy szintet. Nagyon sokan felismertétek, hogy nem lesztek boldogok, hogyha nem töltitek be az elhívásotokat. Azonban ez még csak az elménkbe született meg. Egy nagyon fontos dolog, hogy értsük meg Istennek a szívét. Istennek a szíve az embereket dobog. Isten szeretné megmenteni a népet. És a következő szint, amikor megtelsz irgalmassággal. A következő szint, amikor túl lépsz a saját kényelmeden, és az emberekre figyelsz. Nem az már a fontos, hogy mi van az én elhívásommal, nem az a fontos, hogy a szolgálatomat betöltsem, nem az, értsétek jól, nem az a fontos, hogy az én szolgálatommal mi van, hanem az a fontos, hogy mi történik az emberekkel, és ez pedig az irgalmasság. Ez a következő és legmagasabb szint, amikor az irgalmasság szintjére lépünk, amikor megértjük Istennek a szívét. De Jónás is azt mondta, hogy tudtam, hogy te nagyon irgalmas Isten vagy. Van egy ige a Bibliában, amit nagyon-nagyon szeretek. Ez az ige Példabeszédek könyvében van megírva, és a világ legbölcsebb embere írta, és a legbölcsebb ember már tudott valamit. Ez az ige így szól, hogy amit leginkább kell kívánni az embernek, az irgalmasság az. Ha te írtad volna a Bibliát, Példabeszédek könyvét, hogy folytattad volna ezt a mondatot?
amit az embernek leginkább kell kívánni, pont. Mit írtál volna oda? Biztos vagyok benne, hogy nem az irgalmasságot, nem? Mert ez egy olyan hétköznapi dolognak tűnik. De Salamon csak tudott valamit. Jónásnak a baja az volt, hogy egyáltalán nem volt irgalmas, és a saját kényelme fontosabb volt neki, mint az, hogy mi van az emberekkel ott kint a világban. És azt mondja, amit leginkább kell kívánni, az irgalmasság. Ez miért annyira fontos ez az irgalmasság sztori? Jézus azt mondta a boldog mondásokban, hogy boldogok az irgalmasok miért? Mert ők irgalmasságot nyernek. Tudod, te döntöd el, hogy Isten hogyan viszonyul hozzád. Amen. Ha irgalmas vagy az emberekhez, akkor irgalmasságot kapsz Istentől. Ha kemény vagy az emberekhez, akkor kemény lesz veled Isten. A te döntöd el. Tudod, mekkora hatalma van a te kezedbe? Nagyon sok mindenről dönthetsz. Tudod, az irgalmasságnak igazából nem sok köze van az igazsághoz. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor a keresztények mi úgy viselkedünk, hogy amikor látunk egy bajt, meg tudjuk mondani, hogy mi volt ennek az oka. Igaz? Látunk egy testvérünket, bajban van, azt mondjuk, hogy hát igen, biztos ezt vetette. Akkor learatja, ez az igazság. Térjen meg, változzon meg az ő élete. Az irgalmasság pedig nem azt nézi, hogy vajon miért került az ember ebbe a helyzetbe, hanem fel akarja őt emelni. Nagyon sokszor mi úgy gondolkodunk, hogy szemet szemért, fogad fogért. Isten azt várja tőlünk, hogy hozzunk egy nagy változást a mi életünkbe, hogy változtassuk meg a mi gondolkodásmódunkat. Az irgalmasság az, amely fel akar emelni a másikat. Az irgalmasság az, amely nem méricskél. Nem azt nézi, mi az igazság, hanem az, hogy én segíteni akarok a másiknak. Nagyon-nagyon fontos az irgalmasság. Azt mondja, irgalmasságot nyernek. És akkor Isten is úgy néz rád, fiam, te irgalmas voltál, irgalmasságot adok neked. Nagyon fontos, hogy nem a maga szolgálata motivál most már, hogy azt betöltsd alapvetően, hanem az, hogy irgalmas legyen a másokkal szemben. Mondok erre példákat. Amikor az ember önmagára figyel, például amikor a prófétai szolgálatról van szó, és azt mondjuk, hogy használni akar téged Isten a prófétai szolgálatba, akkor az ember elkezd izgulni és aggodalmaskodni, és azt mondja, hogy inkább nem szólalok meg, mert mi van, hogyha hibázok. Ismerős ez? Amikor irgalmas vagy, szoktam azt mondani az embereknek, akkor leveszed a szemedet másról, a magadról, és a másikra nézel, hogy Isten használni akar engem, és fel akarom őt emelni, és egyből elkezd működni az ajándék, és boldog leszel. Amikor én éreztem, hogy Isten elhív engem, hogy imádkozzak emberekért, a gyógyulásért, akkor tudjátok, én elmenekültem az elhívás elől. Sokszor elmondtam már, sose felejtem, mert egyszer amögé az oszlop mellé bújtam el itt a lovardába. Tudtam, hogy Péter szólítani fog, és mindig úgy elbújtam, hogy soha ne vegyen észre. És Isten pedig észrevett. És azt mondta, mit csinálsz itt, Zsozsó? Tényleg ezt mondta. Úgy megijedtem, azt mondtam, nem tudom. Akkor rájöttem, mint Jónás, hogy hát Istenről nem lehet elbújni. De én az agyamban csak egy gondolat járt. Mi van, hogyha ennyi ember elé kimegyek, és imádkozok, és nem gyógyul meg, és én leégek? És kiderül, hogy nincs is kenetem, és kiderül, hogy nem működik. És mi van, hogyha nem? Mi van, hogyha nem? Értitek ezt a Jónás gondolkodásmódot? Csak arra gondoltam, hogy mi van velem, mi van a én, mit szólnak hozzá az emberek. Én le fogom magamat égetni, én. Amikor túlléptem ezt, és azt mondtam, Istenem, ez nem érdekel, hát itt van egy ember szükségben van, én imádkozom érte, és csak az a fontos, hogy adjak neki valamit, hirtelen áttörés lett. És az abban a pillanatban egy ember fantasztikusan meggyógyult a gerince. Abban a pillanatban. Amikor azt mondjuk az embereknek, hogy hirdess Krisztust, kimegy a világba, és egy gondolat van a fejébe. Mi van akkor, hogyha elutasítanak? Mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy nem? Igaz? Ez a Jónás gondolkodás. Értitek, hogy miről van szó? Mi van akkor, hogyha és csak magára gondol? Mi van akkor, hogyha elutasít? Nem akarom, hogy elutasítanak. És milyen megoldás? Inkább nem szólalok meg. Ez a Jónás kenet. Magamra figyelek a saját kényelmre, és kényelmes hallgatni. Az irgalmasság pedig azt mondja, nem érdekel, hogy mi van velem, én szeretem azt az embert, és meg akarom menteni, mert Jézus is meg akarja menteni. Amen. És tudjátok, ez hoz áttörés a szolgálatba. Van még egy pár percem? Szeretnék egy történetet elmondani, ami nagyon sokat jelentett az én számomra. Amikor elkezdtem imádkozni emberekért gyógyulás, és egy pár ember csodálatosan meggyógyult, az egész családom beteg lett. Nagyon sokat betegeskedtünk, és akárhogy, és egyszerűen nem működött a kenet. És az én drága kisfiam
nagyon nagyok beteg lett, és bekerült az intenzív osztályra. És bementem hozzá, és imádkoztam, és imádkoztam, és imádkoztam, és nem történt semmi. És tudjátok, az intenzív osztály az olyan, hogy átnézel az üvegajtón, és ugye az egész intenzív, tehát ott üvegajtó van, és minden szobát látod. És láttam, hogy behoznak egy gyereket, aki nem keresztény, hamar meggyógyul, megy haza. Behoznak egy másik gyereket, megy haza. Bejön a mi szobánkba egy másik gyerek, meggyógyul, megy haza. Én pedig Isten embere vagyok, és ott imádkoztam az én fiamért, és egyszerűen nem akart meggyógyulni, és egyre betegebb lett. És napi 18 órát ott ültem egy széken, imádkoztam, imádkoztam, sírtam, imádkoztam, és egyszerűen nem működött semmi. Teljesen ki voltam borulva, és kiáltottam egész nap Istenhez. Istenem, segíts már! Hát hogy van az, hogy pont a legnagyobb helyzetben itt imádkoz, ismerős ez a helyzet? Annyi sokszor működött ez a dolog, most miért nem működik az én helyzetemben? Hát nem látod, hogy milyen nagy szenvedésben vagyunk? És teljesen kivoltam, alig aludtam, le se feküdhettem sehova. Csak ott ültem, néztem a kisfiamat, nagyon kicsi volt még, nagyon beteg volt, én nekem kellett vinni ilyen befújásokat adni neki, meg minden, és sírtam és imádkoztam. Míg nem, sose felejtem, mert eljött a másnap, egyszer csak felállt a kisfiam, úgy tűnt, hogy meggyógyult. De nagyon furcsa volt nekem, mert nem csak felkelt, mint aki meggyógyult, hanem felkelt és össze-vissza ugrándozott, és nagyon furcsán viselkedett, és egészen olyan kicsit idióta módon viselkedett, mint én szoktam otthon. Ott imádkoztam, ezt nem felejtem el, hogy Uram, lehet, hogy véletlenül a másik, a budjantúr kenetet adtam át a fiamnak. És mondom, hát mi történt az én fiammal, és ott ugrabugrált, nevergélt, hülyeségeket csinált, és mondom, hát én ezt nem értem. De mit csinál ez a fiú? Akkor átnéztem a üvegajtón a szomszéd ágyra. A szomszéd ágyon ott feküdt egy körülbelül 15 éves, hosszú szőkehajú, nagyon szép lány. Ó, mondom. Hát ez nem igaz, hogy a legnagyobb betegségben is 2 évesen már ennyire férfi. Akkor megkérdeztem a fiamat, hogy fiam, tetszik az a lány? Hú, nagyon. És azt hittem, hogy 2 nap imádság után végre meggyógyult a fiam, de nem. Azért egy kislány felébresztette. Na mindegy. Utána csak visszafeküdt a fiam, és imádkoztam, és Istenem, miért nem történik változás? Azt mondta nekem Isten, hallottam egy hangot, nagyon élesen éjszaka, ott a kórházi ágy mellett, és azt mondta, egy mondat volt, az irgalmasság mozgatja a gyógyítás ajándékát. Ezt a mondatot sohasem felejtem el. Az irgalmasság mozgatja a gyógyítás ajándékát. Attól a naptól kezdve nagyon odafigyelek az irgalmasságra. És tudjátok, én legyőztem a saját korlátaimat, mint Jónás, és rájöttem, ha Istennek az az elhívás, hogy imádkozok emberekért, akkor imádkoznom kell, de még nem volt meg a szívembe az az irgalmasság, és egyszerűen nem tudtam belélni magam is. És onnantól kezdve, amikor imádkozok emberekért, meg tudok tényleg indulni, és azt mondom, Uram, irgalmas akarok lenni, értitek? Tehát az, hogy érdekeljen nagyon a másiknak a sorsa. Néha annyira elfoglal téged, mindegy, hogy dicsőítő vagy, proféta szolgálat vagy tanító vagy, annyira leköt bennünket a saját magunk dolga, hogy elfelejtkezünk az irgalmasságról. És tudod, hogyha egy ember, egy hívő ember vallásos lesz, akkor ez nagyon kemény ember tud lenni, és nagyon kicsi benne az irgalmasság. Figyeljetek, elmondok nektek a végén egy nagyon érdekes dolgot a Jónás történetéből. Jónás menekült Isten elől. Isten egy hatalmas vihar támasztott. Jónás elmondta az embereknek, hogy én miattam vagytok halálos veszélyben, dobjatok be a tengerbe, mert én vagyok a bűnös. És ha beledobtok a tengerbe, és a holmikat is, akkor el fog állni a vihar. Úgy emlékeztek a Jónás egyből. És erre mit csinált az összes ember? Mint az őrült vissza akart evezni. Olvassátok el, nem akarták Jónást beledobni a tengerbe. A pogányok tele voltak irgalmassággal, és azt mondták, Istenem, hát nem akarjuk, hogy ez az ember, hát ebbe a viharba nem dobom bele. Szeretjük ezt az embert. Hát, ha valahogy vissza tudunk jutni a partra. Nem döbbenetes? Jónás átélte a világtól azt, hogy mennyire irgalmasak, és nem akarták őt beledobni. Amikor ő elment és az elhívását betöltötte, nem volt benne irgalom az emberek felé, csak a saját kényelme érdekelte. Annyira szíven ütött ez engem. Tele volt, annyi irgalmasságot kapott a pogányoktól, hogy csak a legvégső esetben dobták be a tengerbe. És Jónás nem közvetítette az Istennek az irgalmát tovább,
hanem amikor megtalálta az elhívását, boldog volt, és ő ezzel el akart lenni. És Isten azt mondja, hiszem azt a ti szívetekbe, mindazok, akik már megtaláltátok az elhívásotokat. A következő szint, az áttörés szintje, amikor az ajándékotok igazából át fog törni, amikor megtelünk irgalmassággal, és helyes irányba fordítjuk az ajándékot, hogy meneküljön meg ez az ország. Amen! Hogy azért kaptuk a mai ajándékainkat, hogy használjuk emberek megmentésére, hogy irgalmasak legyünk. Nem baj, ha meleg van nyáron, nem baj, ha ideg van télen, nem baj, ha kényelmetlenséget kell elérni, átélni. Lehet, hogy nincs túl sok pénzünk, de az Istennek a terve és akarata az, hogy megmeneküljön ez a nemzet, és teljünk meg az Isten irgalmasságával, és megtaláljuk a boldogságunkat, és felismerjük, hogy kik vagyunk igazából, és megszűnik a vihar, és megszűnik a cetnek a gyomra, és megszűnnek a szorult helyzetek, és megszűnik a menekülési kenet, és rátalálunk újra a boldogságunkra, és meg fog változni ez a nemzet. Amen! És ébredést tudunk vezetni! Istennek a népe, lépj a következő szintre! Isten szívével érez! Telj meg irgalmassággal! Gondold el, amikor ott nyafogsz a te szobádban, mint Jónás, és azt mondod, igen Istenem, méltán haragszok, mert nem elég jó a helyzetem. Tudd meg, hogy Istent érdekel ez a sok-sok ezer ember, aki minden nap meghal ebbe az országba. És azt mondja, fiam, ha te rájuk figyelsz, akkor én megoldom a te helyzetedet. Amen! Ha te keresed az én királyságomat, akkor én megsegítelek téged. Amikor Jónás rájött ezekre a dolgokra, megváltozott az élete. Sose fogok rájönni, hogy hogy lehet egy prófétai könyvet befejezni úgy, hogy Ninivébe sok a barom. De mégiscsak ez a történet vége. De Magyarországnak történetének és a magyar eklézsia történetének nem ez az utolsó mondata. Hanem most elprofétálom nektek az utolsó mondatot. Hogy a magyar eklézsiában, aki eddig menekült, mai nap megfordul az ő élete, és nem menekül tovább. Aki eddig otthagyta az elhívását, ma visszatér az elhívásába. Vannak ebben a teremben olyanok, akik elhagyták a boldogságukat, mert kergették a bálványaikat, ma nem kergetik tovább, és figyeld, ma meg fogod találni a boldogságodat. Te döntesz. És vannak olyan emberek, akik eddig éltek az elhívásukba, de a mai naptól kezdve megtelnek irgalommal, és Isten hatalmas áttörést fog adni, és megszűnik a vihar a te életedbe. Amen! Álljunk fel, menjünk Isten elé! Thanks.
Dicséges Isten. Gyertek, énekeljük. Éneklem a teremtő, megtartó Istenem. Uram, a szerelme soha nem múlik el. Megvéd engem a te hatalmas terem. Hűséges Isten. Te vagy az első.
előtt is gondoltál rá, rólam is egy csodát álmodtál. Elterveztél mindenféle jót az életemről, életedet adtad nekem örökségül. Szeretek veled élni, szeretlek téged dicsérni. Már az idők előtt is gondoltál rá, rólam is egy csodát álmodtál. Elterveztél mindenféle jót az életemről, életben adtad nekem örökségül. Szeretek veled élni, szeretlek téged dicsérni. Erősség teszem, tágos térre vezetlek, lábam benned bízom, biztos sziknál állok. Örök hűséggel szeretsz engem, rám minden áldás mentről jön a mennből tőlem. Csak tőlem. Új erőt és békességet nálam teszel azzal, ki téged szeret. Életemnek minden napján mellettem van, szerelmet féltőn átölel engem, el nem halsz. Szeretek veled élni, szeretlek téged dicsérni. Erősség teszel, tágos térre vezetett távon, benned bízom, biztos sziknál állok. Örök hűséggel szeretsz engem, rám minden áldás betről jön a mennyből tőlem. Erősség teszem, tágos térre vezetek távon, benned bízom, biztos sziknál állok. Örök hűséggel szeretsz engem, rám minden áldás betről jön. Reménységem szerint egy nap meglátnak téged, és amikor érkezik végül majd az a nagy nap, kezeimet felemelve magasztallak. Benned bízom, ezért soha nem vallok szégyen. Reménységem szerint egy nap meglátnak téged, és amíg elérkezik végül majd az a nagy nap, szereimet felemelve magasztallak. Reménységem szerint egy nap megváltott téged, és amíg elérkezik végül majd az a nagy nap, kezeimet felbízom, valószínűleg benned bízom, ezért soha nem vallok szégyen. Reménységem szerint egy nap megváltott téged, és amíg elérkezik végül majd az a nagy nap, kezeimet felemelem, valószínűleg. Erősség teszel, tágos térre vezetett álmom, benned bízom, biztos szikrán állom. Örök hűséggel szeretsz engem, rám minden áldás megfelel a mennyből tőlem. Erősség teszel, tágos térre vezetett álmom, benned bízom, biztos szikrán állom. Örök hűséggel szeretsz engem, dicsőség legyen az Úrnak! És akkor gyertek a következő dallal, valljuk meg együtt, hogy nem akarunk többé mást. Amen! Thank you.
mint az őr, a hajnat úgy várok rá. És csak a gyülekezet énekel, jöjj közel hozzám. Jöjj. Erre várunk, Jézus, jöjj közel hozzám. Jöjj közel hozzám, kérlek, ölelj át. Ó, mint az őr, a hajnal várok rá. Nem akarod többé vált, rajtad kívül. Nem akarod többé vált. Szívemben, ami most jött föl itt az üzenetre reagálva, hogyha nyitottak vagytok rá, ti is. Én most felkelek, és én így döntenék most ezen a mai napon, mind a halva, amit Zsolt elmondott, hogy itt az idő, hogy az Úr dicsősége rajtunk feltámadjon, és fölragyogjon mindaz, amit Isten elképzítette számunkra. Nem akarunk olyan Jónások lenni, akik ott ülnek és bosszankodnak a tökfa alatt, hanem akarunk olyan Jónások lenni, akik bemennek Ninivébe és Ninive megtér. Amen. Gyertek, döntsük ezt el és hirdessük ki. És elhagy a minden reménység. Tudom, a fények felragyog, az éjszaka már nem boríthat el. Oh, nem boríthat el! Szívembe rejtem beszédet, tudom, nevét kérdezlek ellenem. Áldó kezem felettem, szívem már nem tévedhet el. Nézd rá, és vezess ösvényedet. Én most elkelek, dicsőséged rajtam ragyogjó. Remeg a szíved és ámulom, a csodáim látom. Rajtam feltámad az Úr, és a sötétséget rú. Az ő dicsőséged rajtam felrú. Szívem feltenem beszédem, hogy nevét kezdek ellenem. Áldó kezed felettem, a szívem már nem tévedt legyen. Nézd le rám, és vezett ösvényedem. Én most elkelek, a dicsőséget rajtam ragyom jó. Remeg a szívem, s álmodom, hogy csodáig álmod. Rajtam feltámad az Úr, és a sötétséget rúd. Az ő dicsőséget rajtam felrúd. Oh,
dicsőséget, rajtam ragyogjon. Remeg a szívem és ámulok, a csodáit látom. Rajtam feltámad, és a sötétséget túl, az ő dicsőséget rajtam felragyog. Én most már kell, dicsőséget rajtam ragyogjon. Remeg a szívem és ámulok, a csodáit látom. Rajtam feltámad, és a sötétséget túl, baby.
mert hogy a te vagy velünk, ki lehet ellenünk, és hogy a Isten velünk, ember mit áthat nekünk, mert hogy a te vagy velünk, ki lehet ellenünk, hogy a Isten velünk, és hogy a Isten velünk, ember mit áthat nekünk, mert hogy a te vagy velünk, ki lehet ellenünk, és hogy a Isten velünk, hogy a Isten velünk, emberi hátat nekünk, mert hogy a te vagy velünk, ki lehet ellenünk, és hogy a Isten velünk, emberi hátat nekünk, mert hogy a te vagy velünk, ki lehet ellenünk, ki lehet
Azt hiszem, hogy ma este Isten akarja gyógyot tenni. Valaki itt, vagy sok ember itt a épületben, mikor szól a zenét, vagy Péter és Péter professzálja az a zenéről, keresztül, és csak, mint Kati most énekel, csak Istenben azt is betettem az én szívemben, csak nem akartam szólni, mert magyarról beszélni előtte, de ez nagyon, szerintem most, ma is Isten akarja gyógyítani. Szóval valamit, csak menjünk az Isten elé, mikor szól a zenét, és csak kiállok, és Isten fog gyógyítani ma este. Azt hiszem, nagyon. Itt vagyunk Isten jelenlétében, és hangzott ez a bátorítás, hiszem, hogy van itt most Jézusnak a gyógyító jelenléte. Hogyha betegséggel küzdködsz, bármilyen betegséggel a testedben, akár a lelkedben, menjünk most az orvoshoz, a gyógyítóhoz, Jézus Krisztushoz. Kérjük meg, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ragadjuk meg ezt a pillanatot, és arra kérem azt, aki úgy érzi, hogy most szüksége van erre, hogy Isten gyógyítsa meg az ő testét, az ő lelkét, emeld föl a kezedet az Úrhoz. Emeld föl, Isten szelleme itt van ezen a helyen, jelezd neki, hogy te kész vagy, és várod azt, hogy ő legyen a gyógyítód. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus, Dávid fia, hallgass meg a mi kiáltásunkat! Könyörülj rajtunk, mert ezen a földön betegség támadja az életünket. Uram, jöjjön a te gyógyító keneted a názareti Jézus nevében. Megtöröm ezen a helyen a betegségnek a szellemét a Jézus Krisztus nevében. És gyógyulás szólok a ti testeiteknek, a csontjaitoknak, a belső részeiteknek. Gyógyulás szólok a füleknek, gyógyulás szólok a szemeknek a Jézus Krisztus nevében. Gyógyulás szólok a tüdőknek és gyomroknak. Gyógyulás szólok mindenféle májbetegségből a Jézus Krisztus nevében. Gerincek, álljatok helyre a Jézus nevében. Gyógyuljatok meg, és meghajlott csontok, egyenesedjetek ki a názareti Jézus nevében. Segítségül hívjuk a mennyet, segítségül hívjuk az Úr nevét, és megtartatunk. Jöjj Istennek a szelleme, és megtörjük a ráknak a minden munkáját a Jézus nevében, és elparancsoljuk a testekből. A názareti Jézus nevében megtörjük a fehér vérőséget Jézus Krisztus nevében. Jöjjön Isten szelleme, és állítson helyre minden. Ó, mindenféle torokbántalmat a Jézus nevében. Hagszálok, gyógyuljatok meg, és áldok helyre a názareti Jézus nevében. Jöjj Isten szelleme, jöjj gyógyító szellem, gyógyulás árad ránk, töltsd be minden testen, mert az Úr a te gyógyító, igen, mert az Úr a te gyógyító, mert az Úr a te gyógyító. Gyógyulás áradj ránk, töltsd meg ezt a helyet, Isten ereje gyógyíts most, Isten ereje áradj ránk, Isten ereje gyógyíts most, Isten ereje áradj ránk, Isten ereje gyógyíts most. Jöjj zúgó szél, szeretném megragadni ezt a pillanatot. Megragadjuk, Uram, mint a vérfolyásos asszony megragadott téged, Uram, megérintette a ruhát, szegélyét,
Úgy érzem, úgy látom magam előtt, mint aki hirtelen megmarkolta, belemarkolt a ruhát szegélybe, mert annyira vágyta a gyógyulást, és belőled isteni erő származott, Uram. Így ragadunk meg téged, és köszönjük, hogy te vagy a te népednek a gyógyítója. És megígérted Izrael fiainak, hogy egyet sem bocsátasz az Egyiptom betegségei közül őrájuk, sőt, megóvod őket, Uram. Különböztesd meg ezt a népet, mint a Gósen földjét, Uram, add, hogy a te néped egészséges legyen, gyógyult, és örömmel megtalálja boldogságát, és hirdesse az Úrnak cselekedeteit. Amen.
Annyira jó Isten. Amen. Én nagyon szeretem, amikor Zsozsó Jónásról prédikál. Ti is?
azt ugye nem tudtuk meg, hogy pontosan mennyi barom van névéve, de sok. Hát ilyen a világ, sok barom van benne. De Isten elhívott bennünket arra, hogy keljünk ki Cethal gyomrából, álljunk föl az elszáradtök alól, és menjünk oda irgalmas szívvel, hogy betöltsük az elhívásunkat. Holnap reggel lesz még egy alkalom, és amikor Bécivel beszéltünk arról, hogy holnap lesz, és ő lesz a záró, megállapítottuk, hogy a holnapi nap délelőttjén nem záró alkalmat, hanem nyitó alkalmat tartunk. A tábor utáni időszak első összejövetelét. Egy kiküldő Isten tisztelet lesz, amely hiszem, hogy föl fog hatalmazni arra, hogy a következő hetekben, hónapokban Isten szellemével és erejével menj előre. Úgyhogy várunk majd holnap délelőtt sok-sok szeretettel benneteket. Néhány hirdetésem van, de ne menjetek még sehol, mindjárt fogunk még egy dallal búcsúzni. Méghozzá az, hogy szívem szabadna, mit szóltok hozzá? Szabad a szívetek erre? Van itt nálam egy rózsaszín Nokia telefon, amit a parkolóba találtak a testvérek, és szeretnék odaadni annak, akinek ez hiányzik. Na, nem azt kérdeztük, hogy ki az, aki régóta imádkozik egy rózsaszín Nokiáért, hanem ki hagyta el. Van egy másik telefon, ami eltűnt, egy Samsung fehér kihajthatós telefon. Ha valaki esetleg megtalálta, akkor a CLC is könyvesboltos sátorhoz vigye oda. Puskázok. És még egy dolog tűnt el, a hegedűs kurzusról a hangfalak. Ezzel nem lehet telefonálni. Ilyen számítógépes hangfalak voltak ott, és valaki bement és elhozta. Ha megtenné, akkor hozza vissza itt a rendező feliratú pólóval rendelkező testvérek, bármelyike örömmel átveszi ezt. Úgyhogy ezt megtehetitek. És hirdetem azt, hogy az Úr nagyon jó. Amen. Úgyhogy a szívetek szabad arra, hogy dicsérjük az Urat, és megvalljuk, hogy övé az életünk, minden dolgunk. Hát gyertek, emeljük föl Jézus nevét ezen a helyen. Szabadtál, ó, szívem szabadtál, ó, szintén te minden át, ötlet szabadtál.
szabadná, oh, szívem szabad már, oh, széttépve minden nap, széttépve minden nap, széttépve minden nap, őket szabadná, oh, őket szabadná, oh, szívem szabad már, oh, szabaddá tett bennünket, ő az, aki megtart, aki megerősít, aki velünk van minden időszakban. Amen. Legyetek áldottak a názáreti Jézus nevében. Örülünk, hogy velünk voltatok ezen az estén, holnap reggel, nem tudom, mi van kiírva, fél tíz, 10 óra van szerintem. Holnap reggel 10 órakor sok szeretettel várunk ide benneteket egy záró, kiküldő, felhatalmazó Isten tiszteletre. Addig is az Úr Jézus kegyelme, békessége legyen veletek.